Sziasztok! A téma az a tanulás lesz, meg az a téma, amit egy pedzegettem már egy párszor itt az elmúlt pár napban, hogy mennyire lebutítja az iskola az embereket. És hogy ez hogy kezdődött, miért kezdődött, és mi lehet egy magyarázat erre, hogy miért van ez. Meg fogok mutatni egy pár weboldalt, tehát igazából nem csak mesélek erről, meg mondom, hogy mi az információ, nem mutatni fogom. Le is teszem magam egy picibe, és akkor nézzük az első dolgot. Van egy olyan, hogy Black Education and Rockefeller Philanthropy from whatever, mindegy. A lényeg az, hogy Black Education, tehát a fekete embereknek a képzése, a fekete embereknek a tanulással kapcsolatban egy Rockefeller által szponzorált dolog történt század elején, múlt század elején, 1900-as évek elején, és azt úgy hívták, hogy a General Education Board. Tehát ez egy ilyen általános képzéssel, vagy tanulással kapcsolatos board, azt arra azt lehetne mondani, hogy egy csapat ember, akik összegyűltek, hogy ezzel kapcsolatban tegyenek valamit. Na most erre Rockefeller $1 millió adott először, aztán még 43 milliót, aztán még 182 milliót, és tolta vele a pénzt, nem véletlenül. Mit akart ezzel elérni? A duma az az, hogy a feketéknek segítsenek abban, hogy a feketéknek a tanulmányait gyorsítsák, vagy javítsák a minőségét, stb. Na most, hogyha valaki megnézi az USA történelmét az elmúlt 100 évben, tehát 1900-es évektől kezdve, a feketéknek pont az a probléma a feketékkel kapcsolatban, hogy a tanulásban háttérbe szorultak, nem képezték őket, nem jártak iskolába, tehát el voltak szeparálva a fehérek és a feketék, nem voltak meg azok a lehetőségeik, és a 60-as, 70-es, még a 80-as években is ezek a gengháborúk a feketék között pont ezért voltak, mert nem volt meg az a képzés, nem tudtak elhelyezkedni, nem tudtak dolgozni, és ami nekik megmaradt, az az, hogy lopnak, csalnak, hazudnak. És ez a mai napig így van. Tehát ez nem azért, mert ők feketék, és akkor a feketék azok többet lopnak, csalnak, hazudnak. Egyszerűen így lett beállítva a rendszer onnantól kezdve, hogy az a Rockefeller elkezdett foglalkozni azzal, hogy hogyan képezzék a feketéket. Na most van itt egy-két érdekes nézőpont, hogy miért vette Rockefeller a kezébe ezt az oktatási területet. Ez a következő téma, mindjárt betöltünk. És ez az, hogy mi a célja az oktatásnak. És hogyha megnézzük ennek ez a Jet Set magazin, ezt találtam, ezt a cikket. Nation of Workers, tehát a munkások nemzete. És ez arról szól, hogy hogyan butítják le a képzésen keresztül, tehát az oktatáson keresztül, hogyan butítják le az embereket, hogy egy munkaerőt képezzenek, tehát olyan munkásokat képezzenek, akik hajlandóak dolgozni, szó nélkül csinálják, amit mondanak nekik, és beletörődnek abba, hogy ők munkások, és ebben telik az életük, hogy ők bejárnak és dolgoznak 8 órát naponta. Na most ez a cikk ez nagyon érdekes, erről szól. És az igazából felfedi azt, hogy az iskolának az a célja, amit itt lehet látni, hogy ilyen sakbábukat hozzon létre. És itt van egy Albert Einstein idézet, hogy soha ne keverjük össze az education, tehát a képzést, az oktatást az intelligenciával. És itt arról van szó, hogy a legbutább generáció, tehát azok most jönnek elő végül is, vagy most kreálják ezt a legbutább generációt, tehát ez elkezdődött már egy pár évtizede, de erről van szó. És ezek mellett van egy olyan tendencia is, hogy akik jól tanulók, vagy akik szorgalmasak, vagy akik odafigyelnek, azokat mindenféle szavakkal illetik, hogy nem is tudom magyar szavakat ezzelre, hogy nerd, meg dorks, meg geeks. Tehát ezek mind ilyen degradáló szavak olyan gyerekekre, akiknek jobbak a képességei, vagy szorgalmasan tanulnak. Tehát ebből poén csinálnak, és divat az, hogyha valaki nem tanul, lóg az iskolából, nem figyel oda, stb. Tehát van egy ilyen tendencia is. És ennek az egésznek az a célja, hogy olyan munkásokat képezzenek, és itt van egy szó, ami rettentően fontos. Ez egy kicsit más téma, ez a medical school, de akkor menjünk tovább. Ezt a szót
én észrevettem egy ilyen riportban, és nem tudom, mit jelent ez a docil nevű szó. És hogyha ezt megnézzük, ezt a docil nevű szót, hogy mit jelent, ez az a kulcs, amit ők el akarnak érni. Tehát, hogyha én megnéztem ennek a docil szónak a történetét, hogy honnan jön ez a szó. És ez a szó, ez a indocilból jön, 16. század francia nyelvből, és azt jelenti, hogy not opposite of, tehát nem ellenkező valamivel. Tehát aki nem ellenkezik, az docil. És az ő céljuk az, hogy ilyen docil tanulókat, docil embereket hozzanak létre, akik elfogadják azt, hogyha utasítják őket. Na most az is érdekes, hogy ez a docil szó, ez leginkább az állatokkal van kapcsolatban sok helyen. Tehát például egy ló lehet docil, ami könnyen tanítható, könnyen betörhető. A lovat nem tanítják, betörik. Tehát ez a docil ló, amelyik azt csinálja, amit mondasz, és ez ennek a szónak ez az egyik része, ahonnan jön, és itt a docil tömeget az összehasonlítják azokkal a nemzetekkel, akit rabszolgává lehet tenni. Tehát egy ilyen árnyalata is van ennek a szónak. De hogyha ma ezt megnézed, hogy mit jelent ez a docil szó, még a dagdaggón is, akkor egy kicsit más értelme lesz. Itt még vannak olyanok, hogy a bárányokhoz hasonlítják, azt mondom, hogy ezen van az, ahol bárányokhoz hasonlítják azokat az embereket, akik docilok. Nem akarok sok angol szóba belemenni, de én ennek itt utána néztem, azt látod ebből. Tehát a docil lehet egy ember is, és egy állat is, animo. Könnyen tanítható. Na most itt, hogyha megnézzük a docilt, csak így simán belemegyek egy szótárba, mi először följön egy ilyen keresőbe, ez a dagdagó kereső, akkor azt írja, hogy készen áll, és hajlandó arra, hogy tanítsák. Tehát tanítható. Ezt jelenti. Ami így pozitív hangja van. Hajlandó arra, hogy szupervázolják, tehát hogy felügyeljék, könnyen elfogadja azt, hogy menedzseljék, teachable, könnyen tanítható, docible. Tehát ez az, amit mondanak erről a szóról, ez így pozitívnak néz ki, hogy egy kicsit jobban utána nézzünk, lehet, hogy itt is van még több információ erről, akkor a docile. Nem fontos, hogy ezt olvasd, mert lehet, hogy nem fogsz belőle sokat megérteni, hogyha nem beszélsz angolul. Azt nézem, hogy itt állatokkal kapcsolatos ez a szó. Tehát mindegy, ennek van egy ilyen negatív hatása, és végül is, ami Rockefellereknek a célja volt, az az, hogy olyan embereket képezzenek, akik dolgoznak. Ne olyanokat képezzenek, akik gondolkodnak. Tehát nem, ezt valahol van egy idézet erről, ahol Rockefeller azt mondja, hogy nem olyan emberekre van szükség, akik gondolkodnak, hanem olyanokra, akik dolgoznak, és az iskolának ez a célja, hogy ilyen embereket hozzon létre. Na most, miközben ez elindult az 1900-as évek elején, közben volt egy másik tendencia, de erről még mutatok egy statisztikát. Tehát az 1900-as évek, az 1800-1900. Tehát itt van egy törés, és egyre több ember jár iskolába. Tehát ezt megcsinálták. Itt nem sok ember jár iskolába, és ez így nagyon alacsonyan növekszik, és egyre több ember kezd el iskolába járni, aztán ez egyre jobban erősödik az iskolába járó emberek száma, tehát ez egy pozitív dolog, de miért van ez, hogy egyre több ember dolgozzon gyárakba, egyre több ember elfogadja azt, amit mondanak nekik, egyre több ember kontrollálható legyen, és ne gondolkozzon, ne álljon ellen a rendszernek. Tehát ez a lényeg. Aztán megnézzük egy másik statisztikát, és ez megmutatja azt, hogy az USA-ba, itt kiválasztom az USA-t, már az 1970-es években, tehát én majdnem 100, nagyon közel volt a 100%-hoz azoknak az emberek száma, amelyik megkeresem az USA-t, United States. Tehát ez egy olyan statisztika, akik azt mutatják, hogy hol van egy alapképzés, tehát hol kapják meg az emberek, és milyen százalékban kapják meg az alapképzést. Tehát az USA-ban már a 70-es években ez nagyon közel volt a 100%-hoz. Hogy megkapják az alapképzést az emberek. Tehát ez azt mutatja, hogy kinek nincs alapképzése. Tehát ez ilyen 0% az USA-ban. Tehát nagyon picike az a százalék, akinek nincs meg az alapképzése a 70-es évektől. Ha ezt összehasonlítjuk Indiával,
Indiában még a mai napig ez kb. 10%, akinek semmilyen alapképzése nincs, és a 2010-ben ez még 40%-hoz közel volt, tehát 30 és 40% között volt azok száma, akiknek nem volt ilyen education. 1970-es években az emberek felének, több mint a felének Indiában nem volt ilyen képzése. Most az az érdekes, hogyha megnézzük azt, hogy a számítógépes területen, tehát én dolgoztam ilyen szoftveriparban, és tudom azt, hogy eszméletlen sok az indiai ezen a területen. Miért? Mert gyorsabban tanulnak, jobban tanulnak, képezhetőbbek, okosabbak. Nem véletlenül azt mondom, hogy az Apple-nek vagy a Google-nak az igazgatója az egy indiai ember. Tehát ő a vezetője a cégnek, kész. Nem, tehát nagyon sok az indiai ezen a területen, Amerikában, és keresik a külföldi embereket. Kínaiak. Rengeteg kínai van ezen a területen szintén. És ott is csak az elmúlt ez egy ilyen projection előre, tehát most van 2020, tehát még most se tartanak ott, ahol az USA már régóta tart. És 70-es években még 40%-a a kínaiaknak nem járt iskolába. És nagyon sok kínai van itt Amerikában, akik vezető pozíciót töltenek be fontos területeken. Most ez is egy érdekes téma. És akkor mutatom még azt, amit érdekes, hogy a Rockefeller hogy vette kontroll alá a medical iskolákat, és ez a medical képzési rendszert, tehát a doktorok képzését. És ezt úgy csinálta, hogy fölkért egy embert, akit úgy hívnak, hogy Abraham Flexner, és ezt a Flexnert körbe küldte Amerikába, hogy nézzék meg, hogy hogy képzik az orvosokat. És oda vezették ezt az egész orvosi képzést le, hogy minden valamilyen vírus vagy baktériumnak a baktériumból ered, tehát a betegségeknek ez az oka. Itt van ez a germ teória, tehát az emberek valamilyen germ által kapják meg a betegséget, semmi pszichoszomatikus, meg semmi ilyesmiről nem volt szó, csak ez a germ, és ezért elindították azt a területet, amit úgy hívunk, hogy pharmaceutical, tehát az a gyógyszergyárakat. És ez az iparág, ez eszméletlen gyorsan fejlődött, és a Rockefeller pénzelte ezeket a kampányokat, ahol a pharmaceutical industry-t pénzelte, és növesztette ennek az egésznek a terjedését, és most így nézek külön kulcsszavakat, hogy mit látok, és a medikál iskoláknak a fele az be volt zárva. Tehát bezárták. Tehát itt van, ez a mondat az. A Rockefeller Crusade, ez egy ilyen crusade volt, tehát egy ilyen hadjárat szinte, bezártak iskolákat. Most azt nézem. És mindenféle holisztik, naturalisztik, tehát ilyen természetes gyógymódokat, azokat bezárták, és fönntartották ezeket a pharmaceutical, tehát gyógyszer által orvosoló, vagy gyógyszer által gyógyító iskolákat, és ebből az egészből, ebből a filozófiából született meg a League of National Health Organization, tehát a National egészségszervezet ligája, ezt így lehet fordítani, amiből lett a WHO, a WHO, World Health Organization. És ebből, hogyha valaki akar tanulni, akkor itt van a Real Anthony Fauci, tehát az igazi Anthony Fauci nevű film, amiből lehet többet megtanulni erről. Én nem néztem még ezt a filmet, de egyértelmű, hogy több szempontból a Rockefellerék, és mindenki valószínűleg tudja, hogy kihez tartoznak ők, megtettek nagyon sok mindent azért, hogy az emberek képzését, tehát olyan embereket képzeznek, akik könnyű kontrollálni, akik dolgoznak a gyárakba szó nélkül, akik beletörődnek dolgokba, amiket hallanak. Ez az egyik oldal. És a másik oldal, hogy az orvosok képzését is, ahogy most elmondtam, így tönkretették végül is. Tehát nem, az orvosoknak nem az a célja, hogy gyógyítsanak, nem az a célja, hogy mindenféle technikákat, természetes dolgokat alkalmazzanak azért, hogy az emberek meggyógyuljanak, hanem azért, hogy eladják a gyógyszert. Ez itt van leírva, hogy ez miért történt, és hogy történt. Na most mi ebből a tanulság? Én szerencsémre csak 16 éves koromig jártam iskolába. Tehát nem tudták, én úgy érzem, nem tudták elvenni, vagy nem tudták ezt a kockásítani a fejemet annyira.
És hogyha valaki ezt nézi, akinek vannak gyerekei, akkor én nagyon odafigyelnék arra, hogy a gyerekemnek mit tanítanak, hogy tanítanak, mi az, amit összeszed, és rávenném minél hamarabb, minél gyorsabban arra, hogy tanuljon könyvekből, szabad idejébe, olyan könyvekből, amit szeret olvasni, amit szívesen olvas, ami érdekli. És nem a tévét nézni, nem a YouTube-ot és a videókat, mert valószínűleg a YouTube-on nem azt fogja nézni, amit mondjuk például most én figyelek itt az interneten, hanem bármit, ami nem feltétlenül segít abba, hogy haladjon az életbe. De hogyha ezekre nem figyelünk oda, akkor ez a rendszer olyan felnőtteket fog képezni, akik nem fogják tudni megállni a helyüket az életbe önállóan. És hogyha megnézzük azt, hogy azok a nagy cégek, vagy azok a pozíciók, amik kulcspozíciókban vannak töltve, Amerikába tudok kiindulni, én itt vagyok, nagyon sok helyen vannak olyan emberek, akik nem jártak, nem végezték el az egyetemet, nem fejezték be az iskolákat, és ők azok, akik sikeresek tudnak lenni, és azok, akik folyamatosan ennek a iskolarendszernek a tagjai részei voltak, vagy kilettek téve ennek, azok nem állják meg a helyüket nagyon sok helyen. Ennyit erről. Gondolom, hogy ez nem egy olyan téma, amiről sokat hallasz, de viszont mindenképpen azt gondolom, hogy egy olyan téma, amiről fontos tanulni. Most én becsuktam az összes linket, de megpróbálok egy-kettőt még visszahozni, és betenni ezzel a videó alá, ha utána akarsz nézni, ha beszélsz angolul, ezeknek érdemes utána olvasni. Köszi a figyelmet, sziasztok, találkozunk a következő videóban.